A technológia fejlődése mindenkorban befolyásolta nem csak az emberi szokásokat, hanem az agyműködést is. A viselkedési minták megváltoztatásával módosul a tanuláshoz való hozzáállás és ezáltal a képességeink is. Az internet használat hatása elgondolkodtató tényeket mutat. Elég húzamosabb ideje van jelen az internet használat, a mobil eszközök használata az életünkben, és ez izgatja a kutatókat is, nem csak a társadalomtudósokat, hanem a biológusokat, agykutatókat is. Nikolász Kának Magyarországon is megjelent ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes kutatás, amit könyvbe foglalt, hogyan változtatja meg az agyunkat az internet címmel, és valóban látni, hogy nem csak azt változtatja meg, hogy milyen nyelvezetet használunk, lerövidítjük a szavakat, például a kommunikációban, vagy hajlamosabbak vagyunk azáltal, hogy a közösségi média használatos szokásokat alkalmazzuk a mindennapi kommunikációban is, hanem az egy tevékenységekre is hatással van, és beszélnek meg a neurológusok egyfajta paradigmaváltásról is, ami annyira egyedülálló az emberiség történelmében, mint mikor az írásbeliség belépett az életünkbe. Az internet használat szakemberek szerint erősíti azon képességünket, hogy mindenre egyszerre tudjunk figyelni, amely azonban egyenes arányban felszínességet okoz és akadályozza az elmélyülés lehetőségét. Amíg a könyvolvasás megtanított figyelmünk központosítására és a kreatív gondolkozásra, ezzel szemben az internet a sok forrásból származó apró információs foszlányoknak a gyors megismerésére ösztönöz, és elterelheti a figyelmünket, és tudományosan is bebizonyították, hogy élményeink megváltoztatják az agyunkat, tehát az információ keresésére, tárolására és megosztására használt digitális technológiát ténylegesen átszervezik az agyunk idegpályáit, plusz még a függőség veszélye is fennáll. Ezek általában a folyamatos internet használat miatt is kialakulhat, illetve általában a videójátékok önál, bizonyos közösségi média csatornák fogyasztásánál, Instagram, TikTok, amik nagyon interaktívak, itt állhat fel a függőségnek a veszély a fiataloknál. Nem csak az agyi struktúrákat képes átalakítani, hanem a droghoz hasonló függőséget is kialakíthat bennünk az internet használat, derül ki a Nemzeti Agykutatási Program keretében elvégzett vizsgálatokból. Az internet függőség diagnózisáról vita folyik a szakirodalomban. Általában akkor állapítják meg ezt a szindrómát, ha a páciens életvitele teljesen átalakul. Gyógyszeres kezelés nincs az internet függőségre, leginkább a kognitív viselkedés terápia segíthet.